Az Egyesület fennállása óta minden évben megrendezi a programot, idén a Mösi Művelődési Ház adott helyet a rendezvénynek. Hatalmas aktivitással jönnek el a farsangi bálunkra, sokszor a helyszín ad egy létszámot, és olyankor sajnos le kell korlátoznunk, hogy hányan tudunk jönni, de úgy gondolom, hogy mivel a februári hónapokban az influenza eléggé tombol, ilyenkor mindig a végére mégis teltházzal tudunk működni, mert a pluszfők is beférnek a betegségek által. A bálon számos, izgalmas tevékenység várt a résztvevőkre, mint például frissítők kínálata, tombola, és a parkett is nyitva állt azok számára, akik szerették volna megmutatni tánctudásukat. Azonban a bál legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott a közösségi ünneplés, amikor a jelenlevők élvezhették az együttlét varázsát. Táncolni szoktunk a gyerekekkel, felnőttekkel, egyaránt jól érezzük magunkat. Nagyon sok tombola tárgyunk van, nagyon sok főnyereményünk van, amihez köszönhető a tagoknak, mert nagyon sokat segítenek abban, hogy sok tombola nyereményünk legyen, különböző felajánlások, cégek, vállalkozók, boltok. Minden évben megrendezzük, egyre többen vagyunk, hála Istennek, jól érezzük magunkat. Nem csak a gyerekek vehettek fel különféle jelmezeket, a felnőtteknek is kijárt az ünnepi hangulatból. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, mert itt a felnőttek is beöltözhetnek, meg mindenki együtt szórakozhat a gyerekekkel. Most a két picink otthon maradt, mert mi is nagy családosak vagyunk, de ők még ezt a zsongást nem nagyon bírják, úgyhogy így csak hárman jöttünk. Fontos megemlíteni, hogy az Egyesület tagjainak kemény munkája és összetartása nélkül nem valósulhatnának meg ezek a kezdeményezések, illetve a jövőbeli tervek sem.